a Martinovics lakótelep lakóinak kérésére vágtak ki, mint egy tucat idősvárt a lakótelep két házsora között. Nagyon sötét a lakásunk, és 13 ezer forintos villanyszámlát fizetek. Júniusban még tüzeltünk. Olyan hideg volt, mikor ez a 35 fokról lement a 16-ra, akkor még tüzeltünk, mert hideg volt. 16 fok volt a lakásban. Úgyhogy ez azért szerintem jobb lesz. Tudom, hogy soknak nem megy, haragszanak érte, de akkor cserélek velük, és éljenek ott, én meg cserélek a napfénybe. Én itt a harmadik emeleten lakok, és ahányszor vihar van nálam, az ablakot beverik a faágak. Már sokszor szóltam, hogy félünk, hogy betörik az ablak. Ezen kívül egy hónappal tovább fűtünk, egy hónappal hamarabb kell befűtenünk, mint a napos oldalon élőknek. 16.500 forintos villanyszámlát fizetek, és hát ez így nagyon-nagyon sok. A lakók lakógyűlésen döntöttek a fák eltávolítása mellett. Ez nagy dilemmát jelentett egyébként mind a lakók számára, mind az én számomra, hiszen én is szeretem a zöldet, és az itteni lakók sem azért kérték ezt, mintha nem szeretnék a madár csiripelést és az árnyékot. Azonban a több lakásban, különösen az alsó szinteken, ilyenkor júliusban is a villany fel kell ahhoz kapcsolni, hogy egyáltalán valamit lássanak. Egy részük, ahogy most már látható, beteg is, hiszen a közepük elindult már korhadni, valamint a alapok alá nyúlnak most már a fagyökerek, több helyen a pincébe is benőttek most már ezek a gyökerek, tehát nem lehetett tovább várni a fáknak a kivágásával. A fák kivágását az is indokolta, hogy a múlt héten kidőlt egy fa a közeli Honvéd utcában, mely kis híján a közelben lévő telefonfülkét tette tönkre. Mindenféleképpen elérkezett az az idő, amikor már vágásra érettek a fák. Egyébként a minden lépcsőházba kifüggesztésre került egy kérdés, hogy az itt lakók akarják-e, vagy sem a fáknak a kivágását, ellenvélemény ezeken a kérdőíveken nem jelentkezett, és ezután kezdődött el a fa kivágás. A város ellátó irányításával folyik a munka. Abban a pillanatban, hogy kivágják ezeket a fatörzseket, elszállítják, ami használható lesz, abból paddeszka készül, vagy szerszámnyia, a többi pedig a város ellátó fogja tüzelésre saját céljára fejleszteni. A lakók a fák eltávolításától azt várják, hogy lakásaik világosabbak és melegebbek lesznek. Azonban a Martinovics lakótelepen élők nem maradnak zöld felület nélkül. A most kivágott fák helyett fiatal földlabdás fákat ültetnek.